sportosat. Híradónk vendége Somos András, az Újpest 1885 szurkolói klub egyik alapítója, újságíró. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot, jó estét, jó reggelt! Mindenki tudja, hogy lilafehér vér csörgedezik benned. Igen, bordó. Talán pontosan nem jött, egy kicsit meglepődtél, hogy a válogatott kapcsán lennénk kíváncsiak most a véleményedre elsősorban. Igen. Pedig nyomon követed a válogatottat, mi több voltál Franciaországban az EB-n is, tehát... Sőt, az újságírásban az egyetlen olyan tevékenység, amit a híradóval kapcsolatban én végzek, az az, hogy a bizonyos válogatott mérkőzésekről én tudósítok néha. Legalábbis ez volt az állapot egészen 2024. február 20-áig, amikor ugye felhagytam a televíziózással. És most mióta visszatértem, azóta igazából még a híradóval nem kötöttem semmilyen dílt, hogy ezt tovább csinálnám, bár szívesen tenném. Hiányzik? Nagyon-nagyon, mert igazából az fura egyébként, hogy kiskorodtól fogva ugye azt érzed, hogy azért várod a március 15-éket az óviban, mert hogy akkor nagyon sok a nemzeti színű zászló, meg azért várod a tévé közvetítéseket, mert már a színes tévébe is tudod nézni, hogy ott lobog a trikolór, és hogy a nézők hallatlan lelkesedése övezi a válogatottat, és az az igazság, hogy az utóbbi felnőttkori én, az utóbbi pár évtized arról szól, hogy igazából megélni a magyarságot az egyetlen olyan terep, ahol megtudja az ember igazából egy fővárosi munkavállalóként, direkt mondom, nem az, hogy újságíró. Szóval hogy az egyetlen terep, ahol szinte kézzelfoghatóan éli meg az ember a magyarságát, az az, hogy kimegy a meccsre a válogatottnak, és szurkol. Tehát, hogy én azt érzem, hogy van miért szeretni a válogatottat, és nem fogok olyan állításokat tenni, ami ennél túl lelkesítőbb vagy lelkesedőbb lenne. Csak azt mondom, hogy annyi sorscsapás után nem a himnusz érzelmi világát idézem, hanem csak azt, hogy azért volt egy adott korszak, amikor egyáltalán nem volt üdvözítő a magyar válogatott meccseit nézni. Még akkor most mitől jobb nézni? Hát mondjuk azt, hogy a 2000-es évek 10-es éveitől kezdve azt mondhatom, vannak olyan mérkőzései a csapatnak, ahol is látod, hogy valami tervszerűség van abban, amit a válogatott játszik. Tehát, hogy felmértük, hogy abból a nagyon pici kínálatból, ami nekünk játékos terén megadatott, és amit szisztematikusan rombol a hazai futball akadémiák rendszere, hogy ebből hogy lehet egy olyan ütőképes gárdát összehozni, igen, honosításokkal, de hogy is mondjam, azon kevés kincseket, amiket kitermel a magyar foci, azt gondolom, hogy azokat mind felleli a szövetségi kapitányok sora, és jól beépíti, azokra a posztokra jól beépíti, ahol is versenyképesek lehetünk akár a legnagyobb válogatottakkal, de látszik azért a különbség, persze az első top 20 vagy a top 20 csapat és a magyar között, akkor is, hogyha mondjuk az utóbbi kontinens viadalokon azért már ott van a válogatott, köszönhetően a kibővített mezőnynek. Csak ennek köszönhető egyébként, tehát éppen ezért ezt nem is tartom olyan fontos mércének, hogy ott vagyunk, hiszen minden második tagállam kijut az EB-re, tehát ennek már olyan nagy sportértéke nincs, inkább ott kellene jól szerepelni, de majd egyszer sikerül az is. Hát most viszont hallottam egy beszélgetős műsorban, hogy tulajdonképpen a mostani EB-n is jók voltunk, egy fél időt leszámítva, mert hogy ugye a svájciak elleni másodikban már jól játszott a válogatott, a németek ellen jól játszott. De most figyelj, de most neked magyarázzam, hogy ez azért fars információ, mert ha másik fél időben nem úgy megy ki a Svájc, hogy vezet, akkor nem biztos, hogy ez a másik fél idő lett volna. Tehát ezt nem igazából lehet tudni, hogy
Svájc mitől? Mert visszállt egy kicsit, mert vezettek magabiztosan az első fél idő után. Uh-huh. Tehát azért mondom, tehát ez így fals információ, hogy másikban jobban játszottunk. Ez így jól hangzik. Nem a svájciaknál, hanem az első fél idős teljesítményhez képest. De miért? Azért, mert svájciak már, akkor már vezettek a másik fél időbe. Tehát azért mondom, tehát ezért nem igazából korrekt ezt így nézni, hogy abban jobbak voltunk. Nem biztos, hogy azért voltunk jobbak, mert mi jobbak voltunk, azért, mert ők engedték. Tehát ezt soha nem fog kiderülni, de ez viszont tény. Igen. Hát viszont visszakanyarod arra, csak ezért lettem volna kíváncsi arra, hogy mitől jobb most nézni ezt a magyar futballt. Elmondom, miért kérdezem, mert ugye volt itt egy holland mérkőzés, és ugye nagy hurrá hangulat mindenhol már megint, ami felesleges egyébként, hogy nem kaptunk ki a hollandoktól 40 év után. Tehát ugye mindig jó, persze kell a pozitív dolgot is Igen. nézni, de ez így jó volt, csak ugye nagyon sok embernek az volt a meglátása. Kommentekben ott van mindenhol a social médián, tehát utána lehet nézni, hogy nagyon sok embernek ez a futball nem kell, amit a magyar válogatott játszott. Ugyanis nekik nem ez a futball, hogy ott védekezik a magyar csapat, és 20%-ban van nála labda, és egyébként meg azt tudják, hogy mi merre, hány méter csak szaladgálnak. Még az ellenfél labdázik, és nála van a labda. Tehát ők nem ezt szokták meg, illetve a magyar... Mert mindenki ugye azt szereti, hogyha mind a két oldalon vannak helyzetek, tehát hol erre, hol arra dől a pálya, tehát van élet a pályán. Itt ez nem volt futballélet. Hivatkozol, hogy sokak kritizálják a játékot. Én hitelesnek ilyen szempontból Nagy Antalnak a kritikáját tartom, hogy ugye nem játszott a válogatott, és hogy ez hiányzik a mai magyar válogatottból, hogy előrefelé igazából kapura veszélyesen játszik. Na most én szerintem, és nyilván ezért vagyok kevésbé hiteles, mint Nagy Antal, én szurkolói szemmel látom, a hollandok ellen nem is lehetett másra számítani. Arra lehetett számítani, mert hogy egyébként mindegyik kezdőjátékosa a holland csapatnak olyan bajnokságban játszik, ahol egyedül talán, ha játszik Szoboszlai, vagy mondjuk Willy Orbán, de az rajtuk kívül ugye a hollandoknál még nagyjából két ilyen 11-et össze tudtál volna rakni. Igen, csak megint, hogy Csank János mester mondta a holland meccs után, ugye, hogy soha nem látott még ilyen gyenge hollandot, amelyik itt volt Magyarországon. És milyen érdekes, a német meccs után is külföldi lapok pont így fogalmaztak a holland játékáról. Most a német holland meccs után is. Hogy hát iszonyú gyenge. Tehát így nem látták a hollandokat futballozni, Igen. és a Csank is ugye ezt mondta Igen, a magyar de. Meccs után. Tehát ott valami De ez történt. Azért érdekes, mert ugye a németeknek is egy viszonylag nagyobb erőfeszítést kellett kirakni a pályára, hogy megverjék ezt a holland csapatot. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon erős holland válogatott. Mondom, még akkor is, ha formán kívül játszik. Jó, te így látod, érdekes mondom, nem csak Csank, hanem a külföldi lapok is így látták. Uh-huh. Jó, na jó, mindegy, jó. Tehát ő is azért Persze. mondom, tehát ezt a holland... Kár, hogy nem ül itt, mert akkor megerősíteni a te kérdésedet, Igen. hogy... De mondom, tehát én jó, akkor induljunk azt mondd el nekem, hogy mint szurkoló, kikap a magyar csapat. Akkor miért ünnepeltek? Hát azt én sose értem, de induljunk ki abból, és akkor mindjárt visszatérek erre. 75%-ban a hollandok birtokolták a labdát, és azt is látjuk, hogy nagyjából abból a három helyzetből, ami nekünk volt, egyet berúgtunk, körülbelül ennyi adatot nálunk az egész mérkőzésen. Sőt, a másik fél időben egyetlen egy lövés ment a holland kapu felé. Mm. Semmi Igen. több. Igen. Na azért mondom, tehát és ez Magyarországon Igen, volt. Az egy olyan lélektani helyzet, hogy ugye a hollandok esetében azt látod, hogy tulajdonképpen bármelyik beadásukból lehetett volna egy fejes gól. Mert hogy nagyon magasak, erős fizikummal rendelkeznek, és tulajdonképpen csak azon múlott, hogy rá tudják varázsolni a másik játékosnak a fejére, vagy nem. És mi meg ugye nyilván arra fektettük a hangsúlyt, hogy stabilizáljuk a hátvédsort. Ez látszott, tehát nem nagyon akartunk ott kombinatív játékkal kísérletezni. Na mindegy. Jó is lett volna az 1-0, tehát hogy... Igen. Jó, hát ez most már így alakult,
De ami meglepő volt nekem. Igen. Amúgy korrekt a de cím. De a szurkolók, hogy miért ünneplik a vesztes meccs után is, igen. Mert ugye, és innentől kezdve, ezt pszichológusok mondják, elveszíti az értékét, hogy mi a jó és mi a rossz. De azért nem, mert például, ha megnézed, hogy ugye amikor Szloboszlai Dominik lett a csapatkapitány, utána szériában nyertek nem tudom hány mérkőzést a srácok, és az, ami az EB-n volt, arra egyrészt veszélyként fel is hívta a figyelmet előre a csapatkapitány, másrészt utólag is elmondta, hogy ennyit tudunk. Én nem látom azt például rajta sem, hogy nagyon félreértékelné a csapat erejét, a teljesítményét. Mm-hmm. Akkor a média teszi azt? Mert ugye most már mi jelent meg, hogy most már a második helyért küzdünk, ugye a hollandokkal legközelebb. Én azt nagyon veszélyesnek találom, mert... Ezt emelte ki. Ami matematikailag igen, jó, elméletileg van benne igazság, de ha matematikailag megnézzük, hogy milyen mérkőzések vannak hátra, akkor matematikailag annak van esélye, hogy a magyar csapat osztályzót fog játszani, azaz harmadik lesz. Mert a harmadik nem marad bent automatikusan, majd ő neki még játszani kell, majd márciusban, hogy oda visszavágott a B csoport második helyzetjével. Persze. Jó, de mondjuk mi a legrosszabb forgatókönyv? Az, hogy B-ligások vagyunk. Ennyi. Nem? Igen, csak ez ugye ebben rossznak igaza van, ez azért nem jó, mert akkor a VB sorsolásnál más kalapba kerülhetsz. Tehát ilyen szempontból nem mindegy, de hogy... olyan szempontból meg mindegy, hogy nem jutunk ki a VB-re. Nem? Jó, igen. Tehát, hogy jó. Három csapattal több jut ki a VB-re. Igen. Most azt hiszem, hogy 19, talán nem 16 és nem 13. Úgyhogy az európai kontinensről. Igen. Úgyhogy persze, tök jó lenne, ha jó, mert most ugye így adják, csoport másodikok lennénk. A Rossi is, meg az MLS igen. is így adja a Nemzetek Ligájának a jelentőségét, hogy akkor teszünk a VB. De... Számunkra az a jelentősége, hogy az EB-n és a VB-n egyszerűen nagyobb az esély igen. a bejutásra. Most azt mondtad, hogy lehűtötte, hogy a VB-n semmi esélyünk nincs. VB-re kijutni. Nem, csak én 86 óta nem érzem azt, hogy esélyünk lenne, tehát hogy annyira nyilvánvaló, hogy messze vagyunk a VB-től, mert vannak sokkal jobb válogatottak. És ha megnézed, hogy a B-ligába kik játszanak, azok a csapatok is erősebbek, mint mi vagyunk. Igen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a decemberi VB sorsoláson hogy alakulnak a kalapok, ugye mi a második kalapba leszünk, igen. akkor is, hogyha fene-fené teszik is, tehát a harmadikok vagyunk a csoportba, és Hollandia, Németország simán ver minket, itt a németek, ott meg a hollandok Amsterdamban, akkor is a második csapatba, második kalapba vagyunk. Úgyhogy ilyen szempontban, és akik ott vannak velünk, azok szerintem jobbak. Tehát azok jobb csapatok, mint mi vagyunk. Uh-huh. Jobbak a románok is, akik elvileg a világon jó. is. És ez jó, igen. akkor hát kérdezem, ha jobbak. Igen. Most tételezzük, hogy a hollandok jó formában voltak itt Budapesten. Nem mondtam. Jó, nem, én azt csak mondom, mondtam, hogy nem voltak formában. Már mondom, most tételezzük fel, igen. Meddig lehet játszani, ugye Dárdainál is ilyen csinált egyébként a válogatott, meddig lehet büntetlenül úgy futballozni, hogy csak védekezésre koncentrálunk. Az mit jelent, hogy büntetlenül? Hát ki büntetne? Hogy nem kapunk, hát büntetlen azt jelenti, hogy nem kapunk ki. Tehát meddig lehet úgy tehát beállni, védekezni, igen. és akkor töntetlen nem megúsztuk a mérkőzést. Az lenne a büntetés, ha kikapnánk így a van. Védekezés ellenére, így ugye? Van. Hát vannak olyan csapatok, mint a német, ami jelen, ha beállunk védekezni, akkor is kapunk legalább egyet, uh-huh. szerintem. De akkor ez sem működik minden csapat ellen? Szerintem, hát a holland ellen működött, és bizonyos összehasonlítások alapján az erősségét tekintve az legalább olyan csapat, mint a német. Azt uh-huh. mondják azok, akik a keret értékét, a játékosoknak az egyéni értékét ismerik, vagy mondjuk a teljesítményét. Én azt látom, hogy ha nem ezt játsszuk, volt ilyen kísérlet, hogy nem ezt játszottuk, igen, akkor igen. semmi esély. Tehát, hogy nincsen elég kreatív játékos a középen, nincsen elég veszélyes támadónk, egyszerűen nincsenek ott még a top klubok környékén, és hogyha oda kerülnek, akkor is inkább védőként kerülnek oda. Remélem, hogy Kerkez Milos oda kerül. Szóval, hogy én azt látom, hogy ebben vagyunk erősebbek, mint sem az előre. És akkor mi védekezzünk, és akkor majd lesz, ami lesz. Hát nem, mert azért, hogyha látod, hogy milyen gólokat szereztünk az utolsó két meccsen, akkor azok szép gólok.
tehát ott ki volt játszva, megírták a bosnyák lapok is, hogy ez a magyar válogatott mindenben a bosnyákok fölé nőtt. Azt is megírták, hogy a hollandokkal egy nagyon jó meccset játszhatunk, ha elolvasod Koemannak a reakcióját, akkor tulajdonképpen ő nem lefutott mérkőzésként kezeli az amsterdami, bár szerintem... Ő úgy fogalmazott, bocsáss meg, itt mellettem puska, igen. Szerint jó mulatság lesz. Hát igen, mint a magyar miniszterelnök, tehát Ronald Koeman gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor, bár ő még nem mondta, csak gondolta minden esetre. Én azt látom, hogy most két meccs után arról beszélgetünk, hogy mi lesz Amsterdamban, az egy fejlemény. A holland és a bosnyák csapat ellen 4 pontot szerezni, az nagyon rendben van amúgy, és mondom, én az édesapámmal beszéltem a legtöbbet a holland meccsről, és ő mondjuk kosárlabdázott, de meg van elégedve azzal, amit látott. Tehát, hogy azt mondta, hogy amit a magyar csapat tud játszani, azt hozta. Csak ez nem eladható, tehát ez nem nézhető. Tehát olyan szempontból, hogy valaki azért nagyon izgul a magyar csapatért, az másképpen látja, igen, mint egy kívülálló, aki csak nézni és szeretne látni jó kis meccset is. Igen, de minden relatív, ha valaki a kinti német meccset látta szeptemberben, akkor örülni tud annak, hogy a hollandok ellen játszott a magyar csapat, és hogyha eszébe van, hogy a 90-es években mennyire volt esélyünk bárki ellen, akkor azt mondja, hogy ú, de mekkorát fejlődött a magyar futball, miközben nem. Persze, de abban az időszakban azért nem volt ez a divat, hogy beállunk a kapuba, mert öreg labdarúgók volt, válogatott labdarúgók, és mondták, hogy magyar válogatottra, magyar labdarúgásra nem ez volt a jellemző, hanem az, hogy mentek. Mentek előre, támadtak, cseleztek. Nem az, hogy beállnak és védekeznek. Igen. Tehát nem ez a magyar futball, ahogy ők fogalmaznak. Te épp, hogy idősebb vagy nálam, de te biztos emlékszel arra, hogy azért a 80-as években... Rosszul látod, de mindegy. A 80-as években kik voltak a magyar válogatott focistái. Tehát, hogy semmivel se voltak rosszabbak, mint mondjuk a 60-as, 70-es évek labdarúgói, bár Hegyi Iván ezzel vitatkozna, de olyan szempontból, hogy mit tudtak a labdával csinálni, szerintem nem, csak megváltozott a foci. Így van. Tehát az a helyzet, hogy az a technikai tudás talán megvolt, mint az elődökben, csak a fizikális része az teljesen elszaladt mellettünk, és én úgy látom, hogy azok a játékosok, azokkal volt esély, hogyha mondjuk ráfeküdtek volna a fizikumra, lett volna esély arra, hogy egészen más focival, mint a mai. Ebben igazad van, a szerelmed az Újpest is, ugye, hogy lett 9-szeres bajnok, hogyha valóban elmondanák neked a titkot, amit te biztos tudsz, nagyon sokan nem is futottak, nem is edzettek, inkább csak feküdtek, és mégis megnyerték a bajnokságot. Igen. Ami csak azért rossz, mert a nemzetközi klub találkozókon meg kijött az, hogy így van, edzeni így kell. Van, így van. Oda-vissza vágós rendszerben. Így van, csak ugye nehéz, hogyha itthon mindenkit megverek úgy, hogy nem is edzek. Pontosan. Pontosan. Itt igen. Viszont nem sok időnk van hátra, és van két kérdésem, és talán aztán meg is halt az idő, el fog bennünket rabolni. Mit vársz utolsó két meccsen? A holland és a német meccsen. Uh-huh. Az egyiken döntetlent várok, még nem döntöttem el, hogy melyiken, inkább talán az itteni németek elleni meccsen, és azzal az 1 ponttal tulajdonképpen szerintem a maximumot kihoztuk ebből a lehetőségből. Amúgy akármi lesz az eredmény, ahogy mondtam, úgyis harmadikok leszünk, tehát, mert ugye a hollandoknak nagyon jó a gól, ami meg nagyon rossz, mert nekünk meg mínuszban van, igen. Tehát, hát, és a hollandok ugye a utolsó meccsen, ugye a csoport utolsóval játszanak, tehát igen, csak behozzák a 3 pontot, és akkor oly mindegy, mi mit játszunk. Nekünk marad a harmadik hely, és akkor jó, mert akkor márciusban is lesz meccs, oda-visszavágós. Igen, igen. Megkapnak minket a norvégok, és azt mondják, hogy ez a létező sorsolások legjobbika. Igen. Igen. De ezt nem fogják mondani. Gyorsan akkor, mert időn nagyon szalad, mégiscsak eltávolították Kecskemétről Szabó Istvánt, nem is olyan régen még azt mondták, hogy őt nem lehet, mert annyi mindent tett a klubért, és tényleg így van. Hivatalosan bejelentették Gera Zoltánt. Cáfolj meg, vagy mindegy,
nekem az ugrott be, ez a hirtelen váltás, amit senki nem ért, újságírók se, hiszen korábban mondták egy héttel ezelőtt, hogy nem lesz váltás. Hogyha Gerát nem küldik el a Vasastól, szerintem Szabó mi most is maradt volna. Igen? Nekem ez ugrott be. Uh-huh. Nem vagyok benne biztos, csak nekem ez volt az első gondolatom. De milyen érdekes, hogy amikor legutoljára itt voltam, akkor azzal indítottad a beszélgetést, hogy mit szólok hozzá, hogy Gera Zoltán kapott egy utilaput a Vasasnál, és most ugye azzal zárjuk a beszélgetést, hogy éppen a legfrissebb hírek szerint ő a vezetőedző, szóval ez egy érdekes dolog. Szerintem egy olyan csapatnál, mint a Kecskemét, ahol az egész csapatot kivásárolják a klubok, a más klubok, és a legjobb játékosokat elviszik, nem csoda, hogy az edző nem tud mit tenni. Tehát... De akkor várjál meg, akkor azt mondja, akkor Gera megint rossz helyre ül le? Mert akkor megint nem lesznek sikerélményei? Hát lehet, hogy lehet, hogy úgy írta alá a szerződést, hogy meghatározzák közösen a klubvezetéssel, hogy mi a reális cél, és mi a prémiumra okot adó plusz szereplés. Az oké, a pénz, meg ezek... Nem azt mondom, csak hogy nem a pénz oldaláról nézem, hanem hogy lehet egy szerződést úgy teljesíteni, hogy reálisan lövöm be a célokat. Értelek, de a szurkolók azt fogják látni, hogy Gerával 5 meccs, 3 vereség, 2 döntetlen. Igen, igen. Akkor Gerának az értéke tovább fog csökkenni a szurkolók szemében. Jó, de... Mert a Vasasnál is ugye ez volt. Igen. Tehát azért mondom, most kétszer ugyanabban a folyóba lépni, igen, azért az már veszélyes. Beszélgettünk a múltkori interjúban arról, hogy vannak a motivátor típusú edzők, és vannak az elméleti szakemberek, akik sokat láttak a nemzetközi futballban is, top klubokban játszottak, és ilyen Gera Zoltán. Tehát mondjuk igen, azt, csak ők hogy... nem edző típus. Jó, de mondjuk azt, hogy biztos sokat tanult a Vasasból Gera Zoltán, mert például Szalai Ádámmal szemben, akit én személyesen nagyra becsülök, neki van egy edzői múltja, tehát Gera Zoltán két-három alkalommal komoly feladatokon edződött, vagy edzett. Szalai Ádám esetében legfeljebb a frissen megszerzett edzői diploma és a pszichológiai plusz lehet az, ami ugye előnyben van. Még akkor is egyébként, hogy nála is megvan ez a nemzetközi tapasztalat, tehát a Real Madrid, igen, a top német klubok, tehát ilyen szempontból valahol el kell kezdeni. Igen, igen, igen. És mondom, nekem van Szalai Ádám mezem, tehát azt hiszem, hogy így egyformán tisztem Gera Zoltánt és Szalai Ádámot. Csak azt akarom mondani, hogy ki valahol, ugye Zidane a Real Madridba vezetett le. Gera Zoltán meg most a második feladat, mert megkapta a Kecskemétet, ami egy osztállyal följebb játszik, mint a Vasas. Igen. Ezért jó. Zárásként szombat, Újpest, Nyíregyháza. A Nyíregyháza egy nagyon jól kezdő és jól kibontakozó csapat. Egyébként amióta közelebb volt az NB1-hez az NB2-ben, azóta követem a Nyíregyházát. Tehát ott már ott látszott, hogy nagyon ügyes játékosok vannak, és jól vannak összeválogatva pozícióra. Úgyhogy én egy nehéz meccsre számítok. Jogosan, és azt is látom, hogy az Újpestnél otthon még nem mindig sima a történet, tehát én nagyon biztatónak láttam a Zalaegerszeg elleni meccset, ami idegenben volt, mert ott tulajdonképpen 20 perc alatt be is, akiket nem engedtek be a rendőrök, szurkolók Zalaegerszegen, azok lemaradtak a két gólról, és horror történeteket hallok erről, hogy ott direkt szórakoztak az Újpest szurkolók a Zalaegerszegen. Nincs kizárva. De az otthoni meccsek, azok nem úgy sikerültek, ahogy szeretnék. De ez nem egy általános újpesti menetrend, hogy hol lent, hol fent? Tehát ez a hullámvasat, ez meg volt a belga tulajdonosnál is. Így van, most azzal vagyunk előrébb, hogy a csapat minőségileg egy kicsit megváltozott. Megváltozott, de ezek szerint mindig marad a hullámvasat. Igen, de én azt látom, hogy végre mindegyik sorban, mindegyik elemében a csapatszerkezetnek, tehát nem látsz olyan lukakat, mint amiket láttál tavaly, még akkor is, hogyha minőségileg kell, hogy erősödjön ez a csapat, de a szerkezet az megvan. Jó, tehát akkor nyugodtan kikaphat a Nyíregyházától a Újpest,
mert boldogok vagyunk, mi szurkolók, mert azt látjuk, hogy szerkezet az áll masszív. Amúgy szerintem, aki nézi az adást, az rajtad kívül erre a következtetésre nem jutott. De én csak annyit mondtam, hogy ha ez a meccs, de így is lehet fordítani. Ha ez a meccs úgy siker, hogy egy góllal nyerünk, de nagyon rosszul játszunk, akkor én boldog leszek. Azért kíváncsi leszek, hogy mi lesz úgy most, hogy ez a hullám, vagy ez nagyon veszélyesen. Igen, de most tudod, van pénz, senki nem hivatkozhat arra, hogy nem fizetik rendesen. Mindig megkapták időben a belgán a pénzt, mindig. Nem arról van szó, hogy nem kapták meg, hanem arról van szó, hogy különböző nehézségek hátráltatták a csapat működését. Igen. Így van, és már az sincsen, hogy a legjobbjainkat elszipkázzák más csapatok. Igen. Hogy aztán jól megverjük azokat a klubokat a tavaszi szezon végén, akik elszipkázták a játékosainkat. Sajnos időnk már lejárt. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm, hogy itt lehettem. Én is köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. További sportosat.